Az értemen belüli és a névtelen dűlőben kezdődött el elsőként a felújítás. A munkagépek már felvonultak, vagyis valóban el is kezdődött a munka. Itt, ahogy látszik is a munkálatokon, egy útalap kerül elkészítésre, és egy martaszfaltos takarást fog majd valamikor a nyár elején kapni, amikor olyan az időjárás, hiszen ez a technológia igényli a meleget ahhoz, hogy tartós legyen. Nagyon nagy örömömre szolgál, hiszen a város külterülete hatalmas, nagyon sok tennivaló van, és ezekkel a munkákkal az itt élőknek az életét is egy kicsit meg tudjuk könnyíteni. A városrész képviselője pedig úgy fogalmazott, nagy öröm számára, hogy elkezdődhetett a felújítás, hiszen nagyon fontos számára, hogy ne csak a belterületen, hanem a külterületen lakók életkörülményeit is folyamatosan javítani tudják. Az elmúlt időszakban több dűlőben építettünk ki újonnan közvilágítást itt a külterületi részeken, ami eddig nem volt, sosem volt, és ezt sikerült elérni, ennek nagyon-nagyon örülök. És most oda kerültünk, hogy a közvilágítási hálózat képítése után az utakkal is tudunk, és ugye ennek a pályázat keretein belül, amit tavaly sikeresen megnyertünk, két dűlőt tudunk most felújítani. Itt, amin vagyunk, ez a névtelen dűlő, és az értelmen belüli dűlő fog elkészülni most útalappal. Nyár elején pedig tehát a martaszfaltos réteget is megkapják a dűlők. A remények szerint pedig folytatás is lesz. Takács László polgármester elmondta, ugyan most ez a beruházás pályázati támogatásból valósulhat meg. A város saját költségvetéséből is igyekszik minél több forrást biztosítani az utak karbantartására. Az úthálózatunknak a jelentős része egyébként külterületen van, ilyen dűlőutakon. Itt ugye ez egy szerencsésebb része a városnak, hiszen a talaj az homokos, van olyan része, ahol kötöttebb más talajok vannak, ott sokkal nagyobb gondok szoktak lenni, hiszen egy csapadékos idő után gyakorlatilag járhatatlanak ezek az útszakaszok, de folyamatosan a várva költségvetésébe a gréderezést azt végezzük, ugye a város saját grédert szerzett be, ezek a munkák is zajlanak annak időről időre tavaszi-őszi időszakokban, amikor az időjárás engedi. A későbbiek folyamán a Nullás dűlő, a Pesti dűlő, a Seres dűlő és az Őjv utca is megújulhat a pályázati támogatásnak köszönhetően.